Barna rizses lencseágyon négy ízű tücsök. Hogyha jól sejtem, akkor ez lesz az első alkalom, hogy nyilvánosan rovart lehet enni Magyarországon nagyobb mennyiségben. Nagyon-nagyon ritka az állat, amit étkezési célra tenyésztenek, és 100%-osan fel tudják használni étkezési célra. A tücsök ilyen. Európában egyedül Belgiumban engedélyezett, hogy tenyészenek, illetve forgalmazzanak rovarokat étkezési célból. Egy kiló tücsök 30 euró. Nem sós. Bár azt gondoltam volna, sós lesz. Kicsit olyan íze van, mint a ilyen száraz szotyinak, vagy valami hasonló. Még egy jó oldalas, igen. Olyan ez, mint bármilyen mag. Paradicsomosnak van valami jó kis karaktere. Például a paradicsomnál, illetve a fokhagymánál az utolsó két napban azzal etetik, és ettől lesz ez a mellék íze a tücsöknek. A füstölt az rendesen fámfüstölt, és ez a natur tücskös tücsök. Nagyon sokféleképpen lehet spórolni a rovarétkezésnél. A tücsöknél 1 kg fehérje előállításához 300-ad résznyi víz kell, mint mondjuk 1 kg marhahúsban lévő fehérje előállításához. Volt még egy ilyen zöld hevületem, hogy azt gondoltam, hogy ha átállnánk fehérjebevitelben a rovarfogyasztásra, akkor egy kicsit kisebb lenne az emberiség környezeti terhe. Lenne egy olyan varázspálcánk, amikor az összes ember tudatát át lehetne állítani rovarevésre, akkor ez megvalósulna. De hát az emberiség az mohó és kapzsi. Tehát, hogyha elkezdünk még nagyobb tételben rovarokat enni, akkor még jobban tudunk szaporodni. Még több ember lesz a Földön, még jobban fogjuk pusztítani a környezetet. Az alapreceptet Delhiben tanultam az én mesteremtől, akitől szitározni tanulok. 2 milliárd ember fogyaszt jelen pillanatban a Földön rovart. Európában ennek nincsen hagyománya, és meg kell teremteni egy olyan hagyományt, ami az európaiaknak elfogadható. A 19. század közepén még jelent meg olyan szakácskönyv Magyarországon, amiben voltak bogárreceptek. Cserebogár például, az egy kedvelt eleség volt. Úgyhogy a magyar embertől sem idegen a rovarfogyasztás, csak már kihalt a kultúránkban. Szokatlan, de hát az ember apró rákot eszik, akkor végre egy ízeglábú ízeglábú. Hát így el tudom képzelni, mondjuk, hogy egy ilyen salátára így rászól, így megízesíted vele. Marha jó. Két hétig nem csókolózom veled. Most folyik ez a kísérletezés, hogy lehet nagyipari, nagyüzemi módon minél nagyobb mennyiségű étkezésre megfelelő tücsköt előállítani, és úgy utána hogyan lehet processzálni, hogy minél több embernek elfogadható legyen. A tücskök ebben a biológiailag ellenőrzött gazdaságban növekednek bioételen, utána leválasztják róluk a lábukat, azért, mert abból lisztet csinálnak. Mert hogy a rovar lábbal kapcsolatos a legtöbb ilyen félelemfét is. Valószínűleg ebből is lesz majd ilyen húsnyomtató, ami a tücsök fehérjéből tud majd nyomtatni egy ilyen jó kis beefsteak szeletet. Ettünk tücsköt, megvan a bakancslista. Én nem azt mondom, hogy minden rovar ehető, sőt a szabadon szaladgáló tücsköket nem jó megenni és egészségtelen megenni. Az ipari mértékű mezőgazdaság hálátlan tevékenysége miatt ezek a tücskök rengeteg vegyi anyagot fogyasztanak, és az lerakódik a szervezetükbe. Megtetszett nekem az íze. Teszteltem családtagjaimon, meg barátaimon. A felnőttek kisebb százalékban, a gyerekek gyakorlatilag 100%-ban szeretnék kipróbálni, és aki viszont kipróbálta, mindnek íz lett.